menjen és kürtölje tele a várost a múltammal. Maga akkor is csak. Hogy is mondta? Egy gyalog figura marad a saktáblán. De én vagyok a királynő. És a gyalog kiütheti a királynőt, de utána biztosan nem mennek el ketten vacsorázni. Mert a gyalog csak gyalog maradt. De a királynő, az királynő! Egy darabig biztos, hogy éltem úgy, hogy becsaptam önmagamat azért, mert úgy gondoltam, hogy ez így jó, miközben éreztem valamit már belül, hogy ez nem jó. De a végén, amikor eljön az a pillanat, akkor megrázom magam is, felállok. Volt ilyen a szakmámban is, akkor egy színházat hagytam ott, aki, amely színház a kedvenc színházam volt. Volt a magánéletemben is ilyen. Elmegyek az utolsó másodpercig, és amikor úgy érzem, akkor semmi nem tart vissza. ...1998-ban adtam be az első tervet hivatalos szerveknek olyan színház létrehozásáról, amelyik csak magyar darabokat játszik. Nem újdonság ez Európában, Európa minden nagyvárosában van olyan színház, amelyik kortársakat vagy klasszikus írókat játszik, abban a nemzetből, abban a nacionáléból, ahol van. Nem gondoltam volna, hogy 15 évbe kerül, amíg egyszerűen valaki komolyan veszi, és valaki azt mondja, hogy ilyen színház Magyarországon ma megvalósítható. Szerintem minden más színház egyszerűbb lett volna. Furcsa országban élünk, ahol igazából ez a legnehezebb. Magyar értékeket, magyar írókat, magyar műveket életben tartani. Elég régóta szerettem volna már vígjátékot írni, olyan igazi, olaszos, jó kis vígjátékot, mindenféle politikai vagy egyéb felhang nélkül, de sajnos ez nem kellett az igazgatóknak, mert azt mondták, hogy magyar író nem tud vígjátékot írni. Ezt mondták a 80-as, 90-es években, erre bedühöttem és írtam Olasz állnéven egy darabot. Ezt a darabot mutatjuk most ma itt be Szentendrén, mert a mamának így jó címmel. Giorgio Pianosa a szerző neve eredetileg. Pianosa egy sziget, helyesebben kettő. Az olasz csizma mind a két végénél van egy Pianosa sziget. Nem is tudom, hogy tudják őket megkülönböztetni. A nevet úgy szereztem, hogy ránéztem az olasz térképre, és láttam, hogy ez a sziget elég jól hangzik. Így lett Giorgio Pianosa az író, aki írta ezt a darabot. Meg ki is próbáltam, a Kecskeméti Színháznak küldtem el legelőször, a művet álnév alatt természetesen, Pianosa álnév alatt, és nagy meglepetésemre az igazgató Bodolai Géza, ahogy elolvasta, azonnal fölhívott, és közölte, hogy ezt bemutatja, nem is akármikor, hanem rögtön, mert évek óta vár egy valódi olasz vígjátékra. Éreztem némi önelégültséget, meg elégedettséget erre a történetre, különösen, mikor közölte, hogy meg is kell rendezni. Így aztán az előkészületek során, a színészek válogatása során és a színészek szerződésénél már tudtam, hogy mifelé megyünk a darabban. Aztán persze az olvasó próbán kiderült, hogy Giorgio Pianosa nem létezik, illetve létezik, csak éppen én vagyok. Ez a játék ez elég sokáig ment tovább, hiszen maga a nézőközönség nem tudta, nem tudhatta, hogy kit akar az álnév. Egészen addig, míg a darabot bemutatták a Várszínházban, Iglód István rendezésében, aki viszont szintén tartotta magát ahhoz, hogy ne derüljön ki, hogy ki a valódi szerző. Azt is elkövettük még azt a merényletet, hogy a darabnak a sajtó bemutatóján egy jó nagy parókában, nagy hajjal, szakállal, bajusszal szépen felöltöztetve engedte ki a színpadra a jelenlevő Avar István, Mór Marian és a többiek nagy döbbenetére. És a sajtóban az jött le, hogy a szerző Olaszországból meglátogatta a saját előadását.